már elkészült a Cserfe utca térkő burkolatának alapja. A munkások a fektetés előtti utolsó simításokat végzik. Azért nem aszfalt kerül az úttestre, mert a bekért árajánlatok szerint drágább lett volna, mint ez a megoldás. A beruházás a város önerős útépítési programjában valósulhat meg, tehát az itt lakók közösen vállalják az útépítés költségeit az önkormányzattal. A Cserfe utcában az összes közmű elkészült, és jogos igény volt, hogy most már a burkolat is elkészüljön. Az útépítés az útépítési együttműködés kereteiben készült el, mégpedig a lakók közreműködésével, amit egy 260 méter hosszúságú utcának 12 milliós a bekerülési költsége. Ebből lakóként, ingatlanonként 95 ezer forintot vállaltak a lakók, és ez fedezi a beruházásnak a önrészét, a többit az önkormányzat a költségvetésből biztosította. A kivitelezési munkák folyamatban vannak, reményeink szerint hamarosan befejeződik a munka. A csapadék vizet maga az úttest vezeti majd el, külön árkot nem terveztek. A munkálatokat a közelmúltban kezdték el, és heteken belül végezni szeretne a kivitelező. Ezt követően leállnak a városban a nagyobb munkálatokkal, de ősszel ismét indulhatnak az önerős útépítések. Az előkészítési munkák folyamatban vannak, részben tervezés, engedélyezés szintjén, illetve a lakókkal való egyeztetés. Ilyen munkák várhatóan az év végén, vagy a jövő év elején indulnak újból. Az önkormányzat és a lakók közös finanszírozásában már több mint 10 útszakasz kapott új szilárd burkolatot Balatonalmádiban.